Oroszország felfüggeszti NATO képviseletének tevékenységét, jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Moszkvában. Lavrov azt mondta, ez a válasz lépés arra, hogy a NATO október elején kiutasította az orosz misszió 8 tagját, amit az érintettek hírszerző tevékenységével indokoltak. Az orosz külügyminiszter azt is bejelentette, hogy Oroszország felfüggeszti továbbá a NATO moszkvai katonai missziójának, valamint a belga nagykövetségen működő tájékoztatási irodája tevékenységét is. Ha a NATO-nak sürgős kérdései vannak, akkor belgiumi nagykövetünkhöz fordulhatnak, aki biztosítja a két ország közti kétoldalú kapcsolatokat. A NATO nemzetközi titkárát értesítettük, és ennek megfelelő nyilatkozatot teszünk közzé az orosz külügyminisztérium nevében, mondta Lavrov. NATO képviseletét Moszkva valószínűleg november 1-től függeszti fel. Vasárnap vált ismerté, hogy a NATO hamarosan bejelentheti, kapui nyitva állnak Ukrajna előtt, amire a Kreml szóvivője úgy reagált, ez a forgatókönyv aktív intézkedésekre kényszerítheti Oroszországot.